Üdvözlünk mindenkit! A Tolkien regények óta tudjuk, hogy az orkok nem kifejezetten barátságos lények, akik csak arra várnak, hogy meghívjuk őket egy kis délutáni teázásra. Kifejezetten nem kedvelnek minket, ezért érthető, ha a Robot Entertainment játékának a főhőse is csak a kedvességüket szeretné viszonozni. Egy újabb őrülethez lehet szerencsénk, ahol adrenalinból és orkokból sosem fogunk kifogyni. Na de, mivel egy TPS akció Tower Defense játékról van szó, így azt rögtön le is szögezhetjük, hogy nem a történet fogja lebilincselni az embert. Egy ifjú varázsló tanonccal vesszük fel a harcot az orkok ellen, mivel azok a saját gonosz és erőszakkal teli világukból térkapukon keresztül próbálnak átjutni a rendvilágába, hogy meghódítsák azt. A feladat nem csekély, minden orknak pusztulnia kell. A játék fejlesztője az elborult koncepcióhoz sikeresen összehozta a történelem egyik legnagyképűbb és legönteltebb főhősét, akinek egy sajnálatos baleset következtében egyedül kell szembenézni az orkok hatalmas seregével. De hogy ne legyen annyira nehéz a dolga, azért adtak a repertoáriába számunkra igencsak kedves dolgokat. Mindenek előtt azonban egy kicsit kitérnék a megszokott Tower Defense játékoktól eltérő megoldásokra, mivel a védelem felállításán túl mi is aktív résztvevői leszünk a játékmenetnek. Harmadik személyű nézetből ípuskával, karddal nekünk is keményen, olykor testközelből kell védelmeznünk a térkapukat, ami egy nagyon élvezetes, roppant addiktív és akciódús, pörgős játék élménnyel kecsegtet. A sűrű fejlővések kiosztásával igencsak megtizedelhetjük a felénk hömpölygő zöld kolbászjelölteket, és jócskán megnövelhetjük az esélyeinket is, mivel a csapdáink sem fognak tudni mindig 100%-osan helytállni. Ha már csapdák, akkor hagy mondjam el, hogy eszméletlenül látványosan dolgoznak a különböző ütő, vágó, daráló, szeletelő gépek. De ezeken felül fagyaszthatunk, felgyújthatunk, vagy akár varázsgombával még a saját oldalunkra is állíthatjuk az ellen egyes egységeit, de a lényeg, hogy hangulatban frenetikus, ahogy a védelmi rendszerek között mi is aktívan aprítunk. Minden pálya elején ki kell válogatnunk az aktuális futamon használni kívánt defenzív és offenzív eszközöket, fegyvereket, képességeket, mivel akár még tüzet vagy villámot is bevethetünk a manánk fejébe. A védelem felállítására egy bizonyos mennyiségű költőpénz áll rendelkezésünkre, azonban ezt az értéket minden döglött ork után megnövelhetjük, így folyamatosan bővíthetjük a csapdáink számát is, akár még menet közben is, és nem csak a hullámok közötti néhány másodpercben. A későbbi szinteken még ijászokat és paladinokat is csatasorba állíthatunk, ugyanis fokozatosan adagolja a játék az újabbnál újabb eszközöket. Az eredményünk pedig koponyákkal lesz jutalmazva, melyeket nem vitrínben nézegethetünk majd, hanem fejlesztésekre költhetünk el. Bizony, fejlesztés, az is van. Lehetőségünk nyílik majd a csapdáink hatékonyságának növelésére, ami elengedhetetlen lesz, mivel a későbbi szinteken már egyre méretesebb dögök trappolnak a másik világba vezető portálok felé. Tegyük fel, ha az ijászokat fejlesztjük, akkor azok olcsóbbak lesznek, ha a tüskéket, akkor azok onnantól kezdve méregsebzést is okoznak az arra járó szerencsétleneknek. A későbbi szinteken pedig még jó tündérekhez is szerencsénk lehet, akik további fejlesztéseket tesznek lehetővé a kiinduló összegből, így dönthetünk, hogy a csapdáinkat szeretnénk inkább erősebbé, gyorsabbá tenni, vagy a fegyverünket és varázslatainkat. Mindegyik úgy járható, ezért érdemes kipróbálni a lehetőségeket, de azért óvatosan, mert ha nem marad a védelmi rendszerekre, akkor könnyen bajba kerülhetünk. Az viszont sajnálatos, hogy teljes karakterre lebontott fejlődés nem kapott helyet a játékban, és a társas szórakozás is kimerül annyiban, hogy eredményeinket megoszthatjuk a Steam-en barátainkkal. A játék elsőre kicsit rövidnek tűnhet, de a pontok halmozása és az achievementek jelentősen kitolják a játékidőt. Újra és újra nekileselkedhetünk az orkhordáknak, később még fejlettebb csapdákkal, úgyhogy az újrajátszási faktor meglehetősen magas. A megvalósítás véleményünk szerint nagyon rendben van, mind vizuális, mind pedig hangzás terén. A kellemesen színes légkört a humoros modellekkel és animációkkal felvértezett ork sereg erősíti, az egészet pedig főhősünk és az ötletes, valamint látványosan dolgozó csapdák teszik tökéletessé. A pörgős akció megfelelő mértékben keveredik taktikával, stratégiával, szóval egy tökéletes Tower Defense játék, amely az elborultságával, a képi világával, az újszerű TPS nézetével és a nem normális főhősével kötelező vétel. Így már nem is maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmeteket, és jó szórakozást kívánjak az írtáshoz. Sziasztok!